A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsei Ferenc 1823-ban Csekén ezen a napon fejezte be a magyar nép zivataros századaiból vett példákra épített költeményét, a himnuszt. Ebből az alkalomból idén gazdag programkínálattal készül a Babics Mihály Kulturális Központ, amiről sajtótájékoztatót tartott Berlinger Attila, a Kulturális Központ ügyvezető igazgatója. A Magyar Kultúra napját ebben az évben egy igen gazdag program kínálattal bővítettük ki, és nem csak január 22-én az emléknapon, a Magyar Kultúra napján szervezünk ezúttal eseményeket, hanem egy hetes programsorozat bővítettük ki ebben az évben a sok-sok általunk kigondolt elrendezvényt. Január 18-a és 27-e között a hozzánk látogatók hat kiváló eseményt is láthatnak, olyan művészeti eseményeknek, olyan előadóknak, olyan kiállításoknak lehetnek a tanúi, amelyek külön-külön is úgy gondol megállnák a helyét bárhol az országban. Az emlékét keretében számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak január 18-án Táncra ítélem magamat címmel nyílik Foltin Jolán emlékkiállítás, amit Matokné Kapási Julianna fog megnyitni, a Bartina Néptánc Együttes egykori táncosa és művészeti vezetője. A lelkükő szívünkhöz egyik legközelebb álló program lesz egy vasárnapi ünnepi gála műsor, ami azért is fontos a mi életünkben, ugyanis a Babis Mely és Központban működő civil egyesületek, csoportok, művészeti együttesek lépnek fel. Felsorolni is nehéz lenne, több mint 20 fellépünk lesz ezen a napon. A társcsoportjaink, a nyugdíjas klubjaink, a művészeti együtteseink, fiatalok és idősebbek egyaránt. A változatos programok, a magyar dallamok az európai zenében címmel folytatódnak majd amit a művészetek házában tartanak, neves előadók kíséretében. A programsorozat január 28-án zárul a Monarchia Operet két felvonásos előadásával.